Szép estét kívánok, köszöntöm az ünnepi beszélgetéseink nézőit. A mai vendégem Szász Zoltán református lelkész, tisztettel köszöntöm. Örülök, hogy itt van velünk. Tulajdonképpen ez egy bemutatkozó beszélgetés, hiszen az elmúlt héten köszönthettük a beiktatásán is. Én azt gondolom, hogy ez egy igazi ünnep volt, függetlenül attól, hogy már jóval több, mint egy esztendejét szolgál. Áldás békesség önnek. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos ettől függetlenül. Áldás békesség, én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Nem szolgálok itt már egy esztendeje, csak 4 hónapja vagyok. Ja, csak 4 hónapja. Székesfehérváron, igen. Ja, tehát alig egy esztendeje. No, meg kell, hogy ismerkedjünk önnel. Mégpedig fontos a pályaválasztás, a hit, és miként választ magának hivatást egy fiatalember, aki elkötelezi magát. Hadd legyen ez az első kérdés. Köszönöm a kérdést, ez egy nagyon fontos kérdés. Hát én úgy lettem lelkész, hogy nem akartam lelkész lenni. Nagyon sokféle irányba indult el az életutam, fiatalon, érettségit követően. Voltam kétkezi munkás, voltam például a színházban közönségszervező, sorkatona, és a sorkatonaságot követően hát kaptam egyfajta indítást, hogy ebbe az irányba induljak el. Az első reakcióm az volt, hogy tiltakoztam magamba, tehát egy nagyon, nagyon hosszú és komoly lelki harcot előzött meg ez a döntés. Aztán úgymond megadtam magam ennek az elhívásnak, és 24 évesen jelentkeztem a kolozsvári protestáns teológiára. Azért protestáns, tehát így nyilván magyarországi szemmel ez egy kicsit furcsán hangzik, mert nem csak reformátusok, hanem evangélikusok és unitáriusok is tanulnak, készülnek fel a lelkészi pályára ezen a teológián. Elkötelezte magát. De ez egy folyamat, egy időnek el kell telnie nyilván ahhoz, hogy megértse az emberfia, és elfogadja teljes egészében az ő szolgálatát, az ő sorsát. Mi volt az indítatás, amikor ezt a pályát választotta? Ezt a hivatást, javítom magam. Köszönöm, így jobban hangzik. Hát először is ezt az elhívást megelőzte egy konkrét döntés, egy egész életemet, sőt, ha lehet így fogalmazni, örök életemet meghatározó döntés, amit tehát bibliai nyelven megtérésnek hívunk. Amikor az ember hoz egy ilyen egzisztenciális döntést, hogy tudnélik teljesen Isten kezébe helyezi az életét. Ez konkrétan azt jelenti, hogy hát egy olyan egészséges vallási nevelésben én is részesültem, szüleim jó keresztények voltak, főleg édesanyám, ő templomba járt, gyerekkoromban sokat vitt engem is, tehát vannak ilyen élményeim, de 22 éves koromra oda jutottam, hogy ezt a nagyon komoly döntést meg kellett hoznom. Ezt nyilván nagyon sok lelki tusa, szellemi és lelki élmények előzték meg, olyan emberekkel való találkozások, beszélgetések, akik nagyon komoly keresztények. Konkrétan itt olyan emberekről van szó, akik a romániai kommunista börtönökben az 50-es, 60-as években nagyon sokat szenvedtek a hitükért. És mielőtt én ezekkel az emberekkel találkoztam, én azt hittem, hogy a kereszténység az egy jó külső, mint egy ruha, amit felveszünk, aztán néha letesszük, másra cseréljük. Tehát egyfajta szokás, egy hagyomány, úgy, ahogy most is látjuk, hogy ezt a hagyományt valamennyire élteti a kultúránk, ez a Kárpát-medence, hogy karácsonyra készülünk. És ezekkel az emberekkel találkozva döbbentem rá, hogy igenis van kereszténység, 24 órás kereszténység, ha lehet így mondani. Tehát nem csak egy ünnepi, nem csak egy vasárnapi, hanem egy teljes életünket átformáló, az életünk minden területére kiható kereszténység, Isten szerinti élet,
amit kívülről nem úgy kell látni, hogy, tehát, hogy imádkozó sáska az ember, vannak ezek a nagyon érdekes, gúnyolódó megjegyzések, hogy nem kell az embernek szerzetessé lenni, vagy apácává, ugye anélkül, hogy bántanánk ezzel bárkit is, hanem tehát hétköznapi emberként, de nagyon-nagyon komolyan megélheti a hitét, sőt, hadd mondjam azt, hogy csak így érdemes kereszténynek lenni, és tehát fontos volt az életemben, ez egy döntő fordulat volt, hogy egy ilyen döntést ez hoztam meg. Ez folyamat volt, vagy egy hirtelen jött elhatározás, ami megérett, hogy most és akkor azonnal, de ezt meg kell valósítanom, és ezen túl így kell élnem. Mindkettő volt. Folyamat volt a belső lelki folyamata ennek a megtérésnek. Tehát sokféle beszélgetés, olvasmányélmények. Érdekes lesz, amit mondok, de sorkatonaságom idején, mivel volt rá időm, napi 8 órát őrségben álltam, és noha tilos volt, de azért vittem magammal a könyvet az őrségbe. Nem ajánlom senkinek ezt a fajta engedetlenséget, de én így töltöttem el ezt a napi 8 órát az őrségben, hogy könyveket olvastam, mégpedig rengeteget, és főleg orosz realistákat, Dosztojevszkit és Tolsztojt. És ezek az emberek, már ez a két híres realista orosz író olyan hatást gyakorolt rám, hogy nagyon komolyan elkezdtem érdeklődni Isten léte iránt. Komoly egzisztenciális kérdéseket tettem fel magam, hogy ki ez az Isten, létezik-e egyáltalán, és ha igen, akkor mi a vele való viszonyunk, hogyan léphetek vele kapcsolatba. És nyilván ehhez társult az előbb említett találkozás olyan emberekkel, akik hát jó barátai az Istennek. És konkrétan akkor a kérdésére válaszolva, tehát ez volt az úgynevezett folyamat. A döntés az viszont valóban egy, hát lehetne itt most napot, időpontot mondani, de nem ez a lényeg. Tehát volt egy konkrét letevése az életemnek Isten kezébe. Tehát megerősítést nyert. Így van. Mindenféle értelemben. Amikor elkezdte a tanulmányait, az nyilván minden egyes pillanat, amit a tanulással tölt, és egyre inkább elmélyed, az megint csak egy-egy adalék, hogy valóban jól választott. Soha nem voltak kétségei ezt követően? Köszönöm a kérdést, ez egy fontos kérdés, de igen, én azt gondolom, hogy a hit, amikor Istennel kapcsolatban vagyunk, az soha nem mentes a kétségektől. Nekem mindig gyanús az a fajta hit, amelyik mindig forponton van, mindig a tetőpontján van, és mindig magabiztos. Itt nem is a magabiztosság a lényeg, éppen ez adja sokszor a kételyt. Tehát, hogyha önmagamra tekintek, akkor mindig elbizonytalanodom. De a keresztény élet pontosan azt jelenti, hogy önmagamból mindig Isten felé indulok el. Tehát Isten, így mondom, hétköznapi nyelven letett valamit az asztalra, bizonyított, ami sziklaszilárd, és akkor erős az embernek a hite, ha csak erre tud nézni, csak erre tud tekinteni. Mikor viszont önmagára tekint, akkor elbizonytalanodik. De egyébként pedig bizonyságot nyer a döntése helyességéről. Így van, így van. Na most ön a tanulmányaimat is említette. Nagyon érdekes, hogy maga a teológia tudománya nagyon szertágazó, és nagyon sokféle irányzata van ma is a teológiának. Én egy olyan teológiai képzésben részesültem, amely többnyire a Bibliát, úgy önmagában a Szentírást kritika alá veszi, és különböző módszerekkel vizsgálja, és ez nem feltétlenül mindig erősíti a hitet. Úgyhogy ebben is komoly tusákat kellett vívnom. Természetesen van olyan tudomány ága a teológiának, csak én nem ebben az oktatásban részesültem, amelyik viszont nagyon komolyan veszi az Isten igéjét, és hál' Istennek ezt mondhatom, a mai napra kész, vagy ahogy szoktuk mondani hétköznapi ügyelmen, up-to-date kutatások is mind alátámasztják a Biblia hitelességét. Ki volt az az ember, aki segített önnek kérdéseket feltenni, illetve azokat a kérdéseket megválaszolni? Igen. Hát, ha szabad így mondanom, az első számú mentorom Viski Ferenc, tehát amikor ismerettségben voltam vele, ő egy nagyon idős, 80 feletti
református lelkipásztor volt, ő az egyike azoknak a börtönviselt lelkészeknek, akik a kommunista börtönökben voltak a hitükért, lelkészek és egyszerű egyháztagok. Egy lelkileg nagyon nyitott és befogadó embert lássunk magunk előtt, amikor őt felidézzük, aki nagyon mély hittel, derűvel, humorral megáldott, és a börtön élményeire abszolút nem úgy tekintett, mint valami mártíromság, vagy egy ilyen önsajnáló ember, aki hát kénytelen volt elviselni ezeket a nehéz börtönéveket, hanem ebben is Isten kezét látta, és fedezte fel, hogy ő szenvedhetett a hitéért, és ebből Isten valami jót kihozott. Olyannyira, hogy Erdélyben egy egész szellemi, lelki irányzat indult el az ő tanítása nyomán a református egyházban, és ennek a nyomai mai napig is ott vannak, hál' Istennek, tehát több nemzedéken át. Ő volt az első számú mentorom, a második számú mentorom egy még köztünk földi létben élő, jelenleg a kolozsvári teológián tanító dr. Horváth Levente. Ő főállásban az erdélyi szenvedélybeteg missziót végzi egy Magyaróz nevű településen. Amúgy ő Kolozsváron lakik. A hivatalos teológiai oktatás mellett több teológus társammal hát heti rendszerességgel feljártunk hozzá, és egyfajta lelki-szellemi műhely volt, ahol megvitattuk a kérdéseinket, vívódásainkat, és fent nevezett barátunk, testvérünk nagyon-nagyon sokat segített ezeknek a kérdéseknek az eligazodásában, ami nem feltétlenül csak tárgyi tudást jelentett, hanem vagy konkrét ismeretek átadását, hanem egyfajta irányt, egyfajta látást, szellemi-lelki látást adott a vele való kapcsolat. Igen, no, megérkeztünk Székesfehérvárra. Mi hozta Székesfehérvárra? Hiszen egyre inkább az ország belseje felé, az nyilván tudta, hogy Székesfehérvár koronázó város, Szent István városa, és ráadásul olyan református gyülekezet van, ami azt gondolom, hogy példa bizonyos értelemben, hiszen erős református közösség él Székesfehérváron, nagyszerű közösségi programokkal, és azt gondolom, hittel élő emberek sokaságával. Hogy merült fel, hogy Székesfehérváron vállal szolgálatot? Időben ez is egy folyamat volt, már nem csak magam részéről, hanem a gyülekezet részéről is. Tehát az történt, hogy a 2017-es évben, egész pontosan augusztusban a gyülekezet lelkipásztora, a korábbi lelkipásztora Somogyi László egy másik gyülekezetbe ment, és onnantól kezdve a gyülekezet presbitérium a lelkész nézőbe indult el szerte Magyarországon. Van erre egy csúnya szó, castingoltak, és így jutottak el számomra nem ismert módon Tiszaföldvárra. Egyetlen egy valakit ismertem a gyülekezetből, őt is csak így szőrmentén, tehát nem egy mélyebb kapcsolatról van szó, csak egy laza ismerettségről. És ez az illető harmad magával látogatott meg minket a tiszaföldvári gyülekezetben, és amikor elmondták, elém adták, hogy hát milyen elvárásaik lennének a jövendő lelkipásztor irányába, akkor azt tudtam mondani, hogy akkor nem jó helyen járnak, nem engem keresnek. És ez volt a 2017-es év október elején, és azt követően pedig minek utána úgy tudom, hogy több körben próbálkoztak lelkipásztort keresni, és nem találtak lelkipásztort, tehát olyat, aki elvállalta volna a szolgálatot. 2018 áprilisában kerestek meg újfent, akkor már a gyülekezet vezetősége is megváltozott, tehát presbiter választás volt, új főgondnoka lett a gyülekezetnek, és akkor az új főgondnok megkeresett telefonon, és egy egyeztetés nyomán elhívtak ide Székesfehérvárra, bemutatták a gyülekezetet, a működését, és... És ugye szeptember 9-én már megérkezett a Concessa,
Viszont a beiktatásra nyilván egy kicsivel később került sor, amiről magunk is beszámoltunk, viszont már a Kárpát-medencei találkozón akkor már szerepet vállalt. Így van, szeptember esén. Tehát egész pontosan augusztus 13-án költöztünk ide családommal Fehérvára, és úgy, ahogy mondja, szeptember esén már Kárpát-medencei református iskoláknak volt a tanévnyitója. Így van. Tehát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt a gyülekezetnek, túl a nyilván a szervezésen, ami nem kis munka volt, hogy ezt a lehetőséget kapta. Hát én inkább a háttérmunkában vettem részt, a szervezésben, a vendégek fogadásában, de valóban én is részese lehettem ennek a rendezvénynek. A beiktatás az pedig azért volt most december 1-én, mert mikor egy ilyen lelkész beiktatás van, akkor mindig igyekszik a gyülekezet bevonni ebbe az egyházkerület első őrállóját, és ez a püspökünk, főtiszteletű Steinbach József úr, és ő erre a dátumra adott időpontot, aminek mi nagyon örültünk, hogy tiszteletét teszi nálunk, és noha jogilag az egyházmegye, tehát a mezőföldi egyházmegye nagy tiszteletű Imre Bálint az, aki a beiktatást végzi, de van egy ünnepélyes része, aminek keretében igét hirdetett a püspökünk is. Tehát akkor köszöntjük immáron hivatalosan is székesfehérváriként, és ugye ezt már megtettük, hiszen az adventi jótékonysági estén, ahol Steinbach püspök úr természetesen ott volt a Szent István művelődési házban, Spányantal megyes püspök úr meghívására és fővédnökként. No, hát igen, és advent. Ezzel meg is érkeztünk adventhez. Ilyenkor általában arra kérem a vendégeimet, hogy fogalmazzanak meg egy gondolatsort adventről, a várakozás, az elcsendesedés időpontjáról, Jézus születésére. Hát ez a legnehezebb, hogy elcsendesedjünk. Van egy csomó minden, ami rárakódott erre az ünnepre. Sajnos azt látom, hogy sokszor az egyházat, gyülekezeteinket, a keresztény embert is megcsapja a világnak ez a szele. Én úgy neveztem el, hogy ilyen marketing karácsony. Ez konkrétan ugye abban nyilvánul meg, hogy októberben már az első falevelek lehullása idején már az üzletekbe beteszik a karácsonyi árukat. Tehát figyeljük meg, a kereskedelem mennyire érzékeny erre, hogy kihasználja ezt a lehetőséget. Nyilván az emberekben lévő vágyat, hogy szeretnének valamit kapni, valamit birtokolni, mert lehet, hogy egy ős emlék él az emberekben, mindannyiunkban, hogy szükségünk van valakire, akit lehet, hogy Istennek nevezünk el, lehet, hogy másnak, és ezt a vágyat próbálja valahogy betölteni az ember. Na, de ezen túlmenően mit jelent ugye, nekem, mint keresztény embernek ez az advent? Sokkal többet, mint ez a 4 hét, amit a karácsony, ami a karácsony előtt van, karácsonyt megelőző 4 hét. Ugye benne van ez, hogy várakozás. Maga az advent, adventus azt jelenti, hogy eljövetel. Ugye, lásd, Adi híres verse az Úr eljövetele. Éppen erről szól ez is. Tehát várunk valakit. Ki ez a valaki? Bot Péter, 18. századi református lelkipásztor. 4 féle adventet nevezett meg, és ez nagyon-nagyon fontos ezt említeni, mert tulajdonképpen ez az egész Bibliának az üzenete. Az első advent ugye a karácsony, a Jézus első eljövetele, testélétele. Ugye benne testet öltött az Isten, ami egy hatalmas misztérium. Csak keressük a szavakat mi teológusok, lelkipásztorok, igehirdetők, hogy mit is jelent ez, hogy az ige testélet. Ugye a mindenható Isten, aki betölti ezt az egész világmindenséget, de nagyobb annál, mert létrehozója, ugye, hogyan ölthet emberi testet? Hogyan fogadhat meg egy palesztin
Palesztinában élő parasztlánynak, nagyjából 13-14 éves lehetett Mária, ugye a méhében. Nagy kérdések ezek, és csak keressük a szavakat rá, ugye, és ez az első karácsony, tehát amikor Isten testet öltött, igen, emberi testet. Középkori teológusok is csak felteszik a kérdést, ugye, hogy miért lett Isten emberi, cur Deus homo, latinul, és a válasz természetesen ott van, hogy erre azért volt szükség, hogy megfizessen Isten azért, amiért az ember nem tud megfizetni a bűnért, hogy lerója ezt az adósságot később majd Jézus életének, ugye föld életének a végén, a keresztfán. Aztán ugye feltámadásával megnyissa számunkra az utat a menny valóságába. Ez az első advent tehát, hogy Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, mondja Bot Péter. És a második advent, amiről a beszélgetésünk elején szóltam, és köszönöm a kérdést, ugye, amikor az ember, az egyes ember személyesen találkozik Jézussal. Az evangéliumokban azt látjuk, hogy Jézus testélételének az idején földi jártában ugye emberekkel találkozott, és ott, ahol az ember nyitott volt Jézus személyére, befogadta őt, gondoljunk itt most az egyszerűen leírt történetekre, ott történt egy megtérés. Ott megértette az ember, hogy ki az, akivel szóba áll. És micsoda óriási dolog az, hogy Jézus ugye bűneit meg tudja bocsátani. Nyilván az akkori vallási vezetőknél is kiment a biztosíték, hogy hogyan lehetséges ez, hogy valaki megbocsátja a bűnt. Hát csak Isten tudja, nyilván ők nem akarták ezt elfogadni, hogy ő a messiás. Na, és azt gondolom, hogy tehát ezekből a történetekből megértve, hogy mindannyiunknak szüksége van erre az adventre, erre a személyes adventre, hogy személyesen találkozzunk Jézussal, megismerjük őt, befogadjuk őt, beengedjük az életünkbe. Ez a második advent Bot Péter szerint. Nagyon érdekes, hogy így fogalmazott, ugye, hogy négyfél advent van. A harmadik, amikor a hívő ember, ugye, aki az életét a Jézus Krisztusban való hitben éli le, halála pillanatában, és őszintén mondhatom, hogy láttam ilyet, találkozik az ő Jézusával. Már azt láttam, ugye, hogy egy hívő ember hogyan haldoklik. Egyébként nem hívőként számomra nagyon-nagyon mély hatást, vagy rám nagyon-nagyon mély hatást gyakorolt, hogy láttam embereket haldokolni, és annyira különböző módon mentek el a minden élő kutyán, ez is egy bibliai kifejezés, Józsué könyvében olvassuk, hogy elmenni a minden élő kutyán. És tehát a harmadik advent ez, amikor a hív ember halála óráján, halála pillanatában találkozik immáron szemtől szembe az ő megváltó urával, Jézus Krisztussal. És a negyedik advent, na ennek a dimenziójában élhetünk mi keresztény hívő emberek, a Jézus negyedik advent, Jézus második eljövetele. Bocsánat, itt a számokban már elveszlődök. Tehát Jézus második visszajövetele, mert ő megígérte, ugye minek utána felment a mennyekbe, tehát a Lukács evangélium a végén olvassuk, hogy felmegy a mennyekbe, az apostolok cselekedetei könyve elején, ugye, hogy felmegy, visszamegy a menny valóságába, de megígérte, hogy visszajön. Mit jelent ez nekünk? Félelmet kell ez bennünk keltsen? Hát lehet, hogy igen, hogyha nem rendeztük Istennel a kapcsolatunkat, de az a jó, hogy még mindig lehet rendezni. Ez azt jelenti, hogy lesz egy csodálatos helyreállítás. Mert ugye a Biblia elején azt olvassuk, hogy a bűn megrontotta az embert, és az egész teremtett világot. És Isten megígérte, hogy helyreállítja ezt a világot. És Jézus második eljövetele pontosan ezt jelenti, hogy minden a helyére kerül, az igazi helyére kerül. És az adventnek ebben a dimenziójában élni csodálatos, ami nem csak egy karácsonyra való készülés, hanem több annál. Én az ünnepre mindig azt szoktam mondani önmagamnak és másoknak, vagy az ige hirdetésemben, hogy nem csak emlékezés, hanem emlékeztetés. Így legyen. Köszönöm, hogy mosolyog, és köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. Fogunk találkozni még. És áldott ünnepet kívánok. Áldott ünnepeket kívánok önnek és családjának is.
Kedves nézőink, Szász Zoltán református lelkésszel ismerkedhettünk meg az ünnepi beszélgetéseink sorában. Önöknek is áldott békés ünnepeket kívánok, viszontlátásra!